Na, ezt így gyullad szerintem. Várjál, szegény patkányok. Uramisten. Ja, Istenem, Istenem, de nem szeretem ezt látni. Várjál, Gyula, neked tetszik? Nekem? Nem. Ajajajajajajaj, nem a kapkodás. Ajajajajajaj. Hát ez nagyon meleg, ez nagyon meleg. És az is egy nagyon meleg hely. Ki tudok menni? Ebből nem tudom, mi lesz. Hova tekintget? Hát nem tudom, Laci. Ezt most meg nem mondom. Ezt de sajnálom. Ez borzalmasan kínos. Na azért ez tudomány. Hú, de rossz az élet. Gyenge program. Igen. Hát ez kultúrbotrány. Fú, nem néz jól ki. Na, és itt vannak a satyik. Hoppá, igen, tessenek engedni? Köszi. Ott egyszerűen nagy volt a tülekedés. Ez lent van a rakparton szerintem. És akkor most? Szerintem abba szálltak bele hátulról, amit láttunk. Ő az első, aki tehát kezdi. Ő kajaksrác. Uh-huh. Itt vannak a kajaksrác haverjai. Így van. Tessék. Ők a sereghajtó szegmensben vannak. Háló, mi van? Így van, mind a kettő megcsúszott egy kicsit. Uh-huh. Itt úgy gondolták, hogy... Ajaj. Na, akkor haladjunk tovább. Na most megveri. Most csúnyán bajba van. Hoppá! Fura dolgok történnek a pályán. Minden esetre érdekes dolgok, Gyulám, ezzel egyetértek. Olyan széles tud lenni a versenyjármű, amivel közlekedik, hogy aztán ember legyen a talpán, aki megelőzi. Na még mi jön itt ma? Maga megőrült, köztük megy el! Közöttük menjek, megőrült maga! Hát ez nem lesz egy bonyolult manőver szerintem. Agyba főbever mindenkit. Középen ment egy uszi. Ott tényleg nincs sok hely ám. Nincs. Mert nem arra szerződött, hogy utat hagyjon. Ezt a de nagy szerencséje van. Hát ott volt vagy 30 centi. Hát itt ők hárman szenvednek. Gyerekek. Az előbb hárman három felé mentek a pályán. Nagyon csúnyán füstöl. Ez a tipikus eset, ami tud történni ezen a pályán, hogy palántól palánkig esik valaki. Vérszemet tud kapni tőle, és rendkívül lelkesen tudja üldözni. Ja, egy kézzel fogja a kormány. Itt az íven. Nagyon ronda fekete sunyi, vagy szürke sunyi füst jön ki a hátuljából. Na, azaz egy másodperc is elfogyott. Ó, ne! Hoppá! Azt a mindenét! Hát gyönyörű kis pár viadalok itt a végére. És ez a tolatás? Hát, ezt nem értem. Ott nem kellett volna már beesni. Na, ja, hát ez nyílt sisakos innentől kezdve. Ez hihetetlen, ez életveszélyes. Nagyon rizikos. Az életével játszik. De szerintem ő is mindent egy lapra tesz most fel. Jó van, hát ennek annyi. Jaj! Hát ez egy elég elmebeteg dolog. Most ki fog derülni, hogy igazat mondott-e? Hát most azt szerinted mennyire foglalkoztatja, amikor meglátja, hogy 2 méterre előtte van? Itt elengedi, nem tud mit csinálni. Akkor se történik semmi, legfeljebb szégyelheti magát. Elfogyott az Gyula. Na ez nagyon kajak volt.